Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Pécs TV sportműsorát látják. Egy nagyon gazdag sporthétvége van mögöttünk, úgyhogy megéri velünk tartani. Híreink. A női kézilabda NB1B-ben a Győr második számú csapata ellen a Peac Társi 32-22-re győzött Győrben. Szücs 9 góljával a mezőny legeredményesebb játékosa volt. A labdarúgó NB2-ben a PVSK-nak, amióta Dárdai Pál az Amerikai Egyesült Államokba tartózkodik az öreg fiúk válogatottal, a megbízott edzővel, Lőrinc Sándorral nem megy úgy a szekér. A Harkány ellen gól nélküli döntetlennel futott az erőből. A 10. forduló után a PVSK a második helyre csúszott, 21 pontja van, a Bonyhád vezeti az élbolyt 23-mal. A megyei első osztályban a Peac 2-0-ás győzelmet aratott Szederkény ellen. A hétvégén megrendezett Horváth Géza ökölvívó emlékversenyen nagyszámú versenyzőtáborral bonyolították le a jól sikerült csapatküzdelmeket. A győzelmet a PVSK Szent Lőrinc szerezte meg, Kiskun Majsa és a Paksi Ese előtt. Beindult a nagyüzem a Diákolimpia selejtezőiben. Pécset a városi duatlon döntőn kívül a megyei döntő jegyzőkönyveit is lezárták. Megyei és városi duatlon döntőre érkeztek a fiatalok 23-án a Málomi úthoz, a Dédász parkolóba. Ez a duatlon diákolimpiának a megyei döntője. Minden évben azért érdekes ez a verseny, minden évben ez az első megyei verseny, ahonnan tovább lehet jutni az országos döntőre. Hiszen az országos döntő két hét múlva a Jászlókószolnok vagy egy Kumadarason lesz lebonyolítva. Ez az első olyan igazán rangos verseny, ahol már országos döntőt is fognak rendezni. A másik érdekesség, hogy idén először van az első-második osztályosoknak, tehát a legkisebbeknek is már verseny, és ez is országos szintig szerepel. Örömteli, hogy a bolyból, nagy harsányból jöttek tanulók, és úgy néz ki, hogy nagyon jól szerepelnek. Illetve a pécsi iskolák közül is örömteli, hogy nagyon sokan jöttek el, és próbálták ki ezt az új sportágot. A legkisebb korosztály, az első-második osztályosok, 500 métert futtak, 2 kilométert bicikliznek és 250 métert futtak. A harmadiktól a hatodik osztályosokig ők 1 kilométert futtak, 4 kilométert kerékpároznak és 1,5 kilométert futtak. És a hetedik, nyolcadikosok azok 2 kilométer futás, 8 kilométer a kerékpár és 1 a végén a futás. Körülbelül azt hiszem 5 éve veszünk részt, amikor meg az úszodánkat megépítették, mi elsősorban triatlonra készülünk, és ez egy jó kis előkészületi verseny arra is, hogy megnézzük a gyerekeink milyen állapotban vannak és mit tudnak. Mondjuk van néhány olyan gyerek, aki nem tud nagyon jól úszni, annak nagyon jó ez a verseny. Rendszeresen járunk, jól rendezik meg, bár én kicsit, akik már országosra jutnak, azoknak ez nem jó. Mert ott nem lehet ilyet csinálni, tehát nem állhat a szülő, nem segíthet, nem húzhatja föl, és a gyerek nem tudja, hogy akkor mi van ott. Tehát azért kéne egy kicsit még komolyabban, de egyébként nagyon jó, szóval szeretünk jönni, és jövünk, és legalább 10-15 gyerekkel minden évben. És hogy szerepel ez a 10-15? Jók vagyunk, általában eljutunk az országosra is, tehát egy-egy gyerekünk szinte mindig el szokott jutni. Ákos bolyból végig hangosan élvezte a szombat délelőttöt, a nyilvánosság jelenléte azonban szótlanabbá tette. Mikrobusszal jöttünk, és futás volt az első szám. Hányadik lettél? Harmadik. Voltak olyan iskolák, ahonnan nem tudtak elsősöket és másodikosokat nevezni, de idővel az alsós tanítónénik is felkészültebbek lesznek, és nem merülnek fel hasonló nevezési akadályok. Mint ahogy azt láthatták, hétfőn délelőtt és hétfőn délután már bemutattuk a Masters 5-tusa kupa viadalait. Most az úszodába látogattunk. Az úszás minden tusában kötelező versenyszám volt. 200 métert úsztak a versenyzők, és az egyik legjobb időt Rab Attila úszta 1:09.00-val. Rab végül 9. lett. 24-én vasárnap a női szuperligában a Kaposvár tekézői látogattak Pécsre. A gyenge hazai kezdés után bemelegedtek a pécsi lányok, és simán 6-2-re győztek. Összteljesítményük 2574 fa volt, mely 198 fával több, mint a vendégek eredménye. A legjobb pontszerző 454 fával Hudi Zsófia volt, az ifisták is nyertek 4-0-ra. A helyszín a régi volt, az arcok a megszokottnak tűntek, a táv pedig a régi utcákon tekergett. És hogy kik voltak a leggyorsabbak, azt nézzük meg most.
Szeptember 22-e nem csak az autómentes közlekedésnek meghirdetett napja volt Pécsnek, hanem az 1982 óta töretlenül népszerű trapnapnak is. Idén is két távot választhattak a futók, egy 3,4 km-est és egy 10,2 km-eset. Trapnapon már számolatlan alkalommal indultam, talán a rendezések alatt egyszer-kétszer volt olyan, amikor nem, mert én ugye tájékozási futó vagyok, és ilyenkor szokott lenni az országos bajnokságnak a selejtezője a trapnap utáni hétvégén, most szerencsére a következő hétvégén lesz, csak jövő szombaton, úgyhogy így egy kicsit szabadabban indulhatunk el ezen a versenyen. Szerintem azért ilyen vonzó, mert sajnos nagyon kevés tömegrendezvény van Pécsen. Szerintem még talán vonzóbb lenne akkor, hogyha még több lenne, az évente egy-két ilyen utcai vagy városi futóverseny, ez elég kevés egy ilyen nagyvárosnak, mint Pécs. Ez inkább egy ilyen edzés, egy jó játék számomra. Nyilván szeretnék minél jobb helyezést elérni, mivel az atlétákkal együtt futni a számunkra mindig ilyen szempontból kuriózum, mert sokkal jobban húznak minket. 1982-ben volt az első trapnap, akkor a Kossuth téről volt a rajt. 83-tól meg innen a Szent István téről indítjuk, és itt van a cél. Hát ez egy jó buli, szerintem azért népszerű. A hosszú távon fogjuk díjazni az első három helyezett hölgyet és urat. Ők serleget kapnak. Mind a két távon az első 40 befutó kap feliratos pólót, és az összes részvevő között pedig értékes sportfelszereléseket, műszaki cikkeket, élelmiszercsomagot. A fődíj az egy értékes kerékpár. Körös versenyben a leggyorsabbnak Kövüves Norbert bizonyult, 32 perc 15 másodperccel. Utána Torrei László és Godi Imre futott át a célon. A lányoknál Bencs Petra nyert 41-53-mal. Inkább edzés, de ez volt az évben az utolsó verseny, úgyhogy így nagyon jó, hogy jól sikerült az egész évet zárnom. Hány trapnapon indultál már el? Hát eddig minden évben olyan 5 vagy 6, azt hiszem. Az utolsó emelkedőn kicsit jobban jött a lépés. Egyébként a másik két ember, a második, harmadik helyzet a csapattársam. Együtt edzünk. Jó edzés volt. Amatőr és profi egyaránt kipirult arccal, jót futott és edzett az idei trapnapon. A futás népszerűsítése Pécs történelmi belvárosában a rendezőknek idén is sikerült. 2001-ben a 19-en egy új generáció is elkezdheti a körözést. Nézzük, mit láthatnak ezen a héten a Pécs TV sportműsoraiban. Megmutatjuk önöknek a kadett párbajtőr női válogatóról készült összefoglalót. A második alkalommal megrendezett Horváth Géza ökölvívó emlékversenyt. Közalkalmazottak, köztisztviselők teniszversenyén jártunk a hétvégén, az itt készült képeket is bemutatjuk. A Sportszerda című műsorunkban visszautalunk a PVSK Veszprém férfi kosármérkőzésre. Vendégünk egy pécsi játékos és valaki a vezetőségből. A Pécs TV meghívta a sportvezetőket, és a sportklubban a közös jövőről beszélgetünk. Indul a női kosárlabda bajnokság a PVSK Mizóval. A Beac lesz az első ellenfél szerdán 18 órakor. Kedden kispályás híradó, eredményekkel, vendégekkel. Ezen kívül felhívom figyelmüket a hamarosan beinduló teletextünkre. És még számos hír, információ vár azokra, akik velünk tartanak a héten. Én a Sportinfóval búcsúzom, megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!